Rendkívül sikeres jelenhez vezető utat vázolja fel a telefonos operátorból call center ügyvezető igazgatóvá vált Bosánszky Péter, aki a Raiffeisen Bank szolgáltató központ ügyvezetője. Az ő előadása következik most. Köszönöm szépen a kedves felvezetést, és nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Amikor én először találkoztam a Lean szóval, akkor megkérdeztem egy általam akkor hozzáértőnek gondolt ismerősemet, hogy mi ez az őrület, amit az új vezérigazgató helyettes el akar itt terjeszteni ebben a szervezetben. És akkor azt a választ kaptam tőle, hogy ez egy ilyen józan paraszti ész, menedzsereknek csomagolva, az egésznek az a lényeg, hogy ki kell dobni, ami felesleges. És akkor nekem erről elsőre egy régi magyar tréfa jutott eszembe. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi az, ami igazán felesleges. A vasúti sorompó, a vasúti átkelőbe. Mert ugye, hogyha nem jön a vonat, akkor nem csinál semmit, csak ott áll. Ha meg jön a vonat, az úgyis elállja az utat. Ilyen felvezetés után mondjuk sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy mit keresek én itt ezen a színpadon. Elnézve az előttem prezentáló úriembert, kezdem azt gyanítani, hogy azért engem hívtak, mert nem kellett átállítani a lámpákat meg a kamerát. Ami talán ennél is egy picit jobban érdekli önöket, hogy miről fog szólni ez az előadás. Hát az én szándékom szerint ez az előadás, ez arról fog szólni, hogy hogyan jutottam el innen, odáig, hogy teljesen másként gondolkodom ma a Lean szemléletről. Szeretnék arról beszélni egy picit, hogy miért kellett ehhez 250 kilométerrel odébb költöznem. És ami a legfontosabb, hogy szeretnék egy pici betekintést engedni abba, hogy a kollégáim áldozatos munkája révén hogyan lett ez a szervezet lényegesen jobban szervezett. Honnan indulunk? Ahhoz, hogy ezt megértsék, ahhoz azt gondolom, hogy látni kell azt, hogy honnan indultunk 1999-ben, amikor én csatlakoztam ehhez a szervezethez. Adott volt egy olyan call center, ami nagyon-nagyon jól működött. Azt gondoltuk, hogy nagyon pontosan tudjuk azt, hogy az ügyfeleinknek mire van szüksége. Mindig a tökéletességre törekedtünk, ehhez KPI-okat használtunk, folyamatos méréseket használtunk, nagyon-nagyon odafigyeltünk arra, hogy a folyamatainkat folyamatosan fejlesszük, és bárki, aki kívülállóként vizsgálta ezt a szervezetet, az a benyomása lehetett, hogy ez valóban nagyon jól működik. Mit sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 6 évben egymás után nyertük el a GFK által szervezett összehasonlító elemzésben az ügyfélelégedettségét az ügyfeleinknek. Mi, akik benne dolgoztunk, ezt egy picit árnyaltabban láttuk. Erre két történetet mesélnék el. Az egyik történet, hogy kb. 130 ezer hívást szolgáltunk ki ez időtájt. A 130 ezer hívásból 30 ezer volt olyan hívás, ami a fiók hálózatból került átirányításra a call centerbe, azért, hogy az ott dolgozó referenseknek ne zavarja a napi tevékenységét. Amikor betelefonált egy ilyen ügyfél, azzal mit tudtunk mi a call centerben csinálni? Elnézését kérni és megígérni neki, hogy vissza fogja hívni a referens. A referens persze nem tudta visszahívni, mert ő személyes ügyfélszolgálaton ült, és a sort kellett valahogy felszámolni a fiókban. Ezt a tevékenységet tökéletesen el tudta volna látni egy automata hívásfogadó rendszer, ma így is tesszük. A másik dolog, ami volt ebben a szervezetben, azt gondolom, hogy mindannyian a papírt azt egy irodában munkaeszköznek tekintjük, és normálisnak gondoljuk, hogy papírok vannak egy irodában. Ebben a call centerben 1,5 millió oldalt nyomtattunk évente. És ez senkinek úgy nem csípte a szemét egyébként. Amíg nem elkezdtük ezt a dolgot egy kicsit mélyebben vizsgálni, és akkor találtunk ezek között olyan papírokat, nem is kis számmal, egy A4-es papírt kell elképzelni, a tetején egy sor van, a rendszer a megbízást visszavonhatatlanul feldolgozta. Mit csináltunk mi ezzel a papírral? A telebankár elment, kiválogatta 500 papír közül a nyomtatóból az övét, visszavitte a helyére, aláírta, lepecsételte, hogy ezt ő csinálta. Majd beletette egy átadófüzetbe, az átadófüzetet átadta egy ellenőrnek, az ellenőr kivette az átadófüzetből, megkereste a rendszerben az utalást,
Ha megtalálta, akkor aláírta és lepecsételte, majd 7 éven keresztül szigorúan tűzbiztosan őrzött szekrényben vigyáztunk a dokumentumra. Azt gondolom, hogy ezen a fórumon nem kell azt ecsetelnem, hogy az ügyfél számára mennyi értéket teremtettek ezek a folyamatok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a nagyon, nagyon szilárd felszín alatt azért, aki belülről vizsgálta, az látta, hogy a hatékonyságban vannak kihívásaink. És jött 2008-ban a gazdasági világválság, és nekünk nagyon alaposan el kellett gondolkozni azon, hogy mit fogunk kezdeni ezzel a hatékonytalan működéssel. Ez volt a jó hír, hogy mi elkezdtünk rajta gondolkozni. A kevésbé jó hír számunkra az volt, hogy a menedzsment is elkezdett azon gondolkozni, hogy mit lehetne ezzel a hatékonytalan működéssel kezdeni. És az ő ötletük az volt, hogy el kell költöztetni ezt a call centert egy olyan helyre, ahol olcsóbbak a bérleti díjak és olcsóbb a munkaerő. Amikor ez a hír elkezdett terjedni a folyosón, akkor azt gondolom, hogy a gyász mind az 5 szakaszán keresztül mentünk. Voltak, akik féltek attól, hogy nem fognak állást találni, és nem fogják tudni eltartani a családjukat. Voltak, akik haragudtak a menedzsmentre, hogy hogy lehetett ilyen döntést hozni. Voltak, akik attól aggódtak, hogy el fogjuk veszíteni azt a tapasztalatot, amit összegyűjtöttek az ott dolgozó kollégák, és nem fogjuk tudni kiszolgálni megfelelő minőségben az ügyfeleinket. Az én hozzáállásom egy picit más volt. Én bementem a főnökömhöz, és mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy a call center Kassára, Brassóba vagy Debrecenbe költözik, én szeretnék ott lenni, amikor újraépítjük. És a lehetőség megadatott. És hogy miért gondoltam én ezt akkor lehetőségnek? Az azért volt, mert engem ekkor már ugye kb. 12 éve dolgoztam ebben a call centerben, és láttam belülről is. Mindig az volt az érzésem, hogy a megfelelő mértékű fejlődésnek a legnagyobb gátja, azok mi magunk vagyunk vezetők. Egészen egyszerűen azért, mert nagyon nehéz azon ötletelni, hogy a legkedvesebb kollégáimról hogyan bizonyítsam be, hogy az ő munkájuk felesleges. Még nehezebb tőlük ötleteket várni arra, hogy ezt bebizonyítsák. Gyakorlatilag a költözés projekt a piszkos munka részét elvégezte. Mindenki tudta, hogy aki nem akar Nyíregyházára költözni, annak új állás után kell nézni. És ez egy olyan borzasztó kreatív légkört teremtett ebben a szervezetben, ahol azok az emberek, akik tudták, hogy nem fognak már részt venni az új folyamatoknak a végrehajtásában, rengeteg ötlettel álltak elő, hogy hogyan lehetne jobban csinálni, mint ahogy eddig csináltuk. Körülbelül 350 folyamatot világítottunk át a call centerbe. Kidolgoztunk egy teljesen új szervezeti felépítést. Megterveztük, hogy az új épületben hogyan fogjuk lerakni a székeket, milyen színű lesz a padló és milyen színűek lesznek a falak. De nem ez volt a lényeg, azt gondolom. Azt gondolom, hogy az egész változás az emberekkel kezdődött. Kétfajta emberre volt nekünk szükségünk ebben a munkában. Kellettek olyan emberek, akik azt a tapasztalatot és szakmai tudást, amit összegyűjtöttünk, át tudják örökíteni az új szervezetbe, és kellettek olyan emberek, akik majd elvégzik a munkát az új helyszínen. Az első feladatra 12 embert választottunk ki, amire különösen büszke vagyok, hogy a 12 emberből senki nem a fizetésért vállalta el ezt a munkát. Ugyanazzal a fizetéssel költöztek ezek az emberek Nyíregyházára, amit Budapesten is kerestek. Ez még nem egy túl nagy állítás. De hogyha ezt kiegészítem azzal, hogy ezek közül az emberek közül mindenki egy szintet lépett, tehát aki telefonos operátor volt, az csoportvezető lett, aki csoportvezető volt, az osztályvezető lett, és mindenki az előző fizetését tartotta meg ebben a projektben, akkor talán mindenki elhiszi nekem, hogy ezek az emberek valóban a kihívás miatt, és azért jöttek Nyíregyházára, hogy ott együtt építsünk valamit. A második feladat, embereket találni Nyíregyházán. Ez nagyon könnyűnek tűnt, mert az első héten, amikor a híradó leadta, hogy a Raiffeisen szolgáltató központot nyit Nyíregyházán, volt 2500 jelentkező, amit a következő héten még 1000 jelentkező egészített ki. De ez csak elsőre volt könnyű, mert hogy nekünk Budapesten a kiválasztási rendszerünk a személyes elbeszélgetésekből állt, és azt láttuk, hogy 3500 emberrel nem fogunk személyes elbeszélgetést tartani, tehát ki kellett dolgoznunk egy teljesen új kiválasztási rendszert. Egy 9 lépésből álló kiválasztási rendszert dolgoztunk ki, amely a matematika teszttől az assessment centerig tartott. Én azt gondolom, hogy meglehetősen kevés call center van ma Magyarországon, aki assessment centerrel választja ki a telefonos operátorait. Én azt merem állítani, hogy minden egyes fillér, amit erre küldöttünk, és minden egyes perc, amit erre áldoztunk, az megérte. Hogy miért merem ezt mondani? Budapesten a betanuló kollégák
30%-a az első 3 hónapban lemorzsolódott. Nyíregyházán a másfél évvel ezelőtt kiválasztott kollégák 95%-a még mindig a call centerben dolgozik. Ezzel borzasztó sokat tudtunk nyerni ebben a projektben. Viszont ezt a tevékenységet megelőzte egy számomra még fontosabb tevékenység. Egy nagyon intenzív tervezési időszak előzte meg az egész költözést. Szabolcs tegnap felhívott, és mivel ő ismerte nagyjából a prezentációt, megkért, hogy ebben a részben egy picit fogjam vissza magam, mert hogy ő már ismer, és így talán elhiszi, de hogy itt senki nem fogja elhinni, amiket mondok. Úgyhogy nem is mondom, hogy a másfél év alatt 3 napot csúsztunk összesen a tervezéshez képest. Viszont azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy érzésem szerint sok hibát elkövettünk, annak ellenére, hogy pontosan terveztünk. De érzésem szerint körülbelül a 60%-át a hibáknak már a tervezés alatt észrevettük, és ezeket mind elkövettük volna, hogyha nem kellően alapos a tervezés. Aki még az általam a tervezés fontosságát megkérdőjelezné, vagy azt gondolná, hogy én nem gondolom ezt komolyan, annak engedjék meg, hogy egy magánjellegű történetet elmeséljek. Nekem 3 lányom van. Az első 2009. október 5-én született Dél és Egy között. A második 2011. október 5-én született Dél és Egy között. A harmadik 2013. október 5-én született Dél és Egy között. Meglehetősen komolyan vesszük a családtervezést. A másik dolog, amit a Szabolcs kért, hogy én meséltem neki mindig arról, hogy mi nagyon-nagyon komolyan vettük a tervezést, és nem hagytuk magunkat eltéríteni az eredeti terveinktől. Mondta, hogy hát ez nem túl PDCA kompatibilis, tehát hogy ez nem biztos. És én igazat adok neki. Én azt gondolom, hogy ha folyamatokról, ha egy gyártósorról beszélünk, akkor mindig-mindig újra és újra át kell gondolni a terveket. Viszont mi emberekkel dolgoztunk. Mi 200 olyan emberrel dolgoztunk, akinek az állásáról volt szó, és muszáj volt olyan légkört teremteni, ami kiszámítható, és ami biztonságot nyújt számukra. És azt gondolom, hogy az, hogy mi nem hagytuk magunkat eltéríteni az eredeti terveinktől, az nagyon sokat segített abban, hogy a budapesti kollégák, akik tudták, hogy el fogják veszíteni az állásukat, másfél éven keresztül kitartottak, és a teljesítményük maximumát adták ebben a folyamatban, mert arra számíthattak, hogy ezt megbecsüli a cég. Nem a nulláról indultunk. Volt számos eszközünk már korábban is. Ismertük a Six Sigma-t, ismertük a BPMS módszertant. Nekem ezekkel a módszertanokkal mindig az volt a bajom, hogy nem támogatták a kreativitást. Megmérték, hogy mi a helyzet, lehetett egy csomót magyarázkodni a menedzsmentnek, hogy miért ez a helyzet, de nem kaptam meg tőle azt az inspirációt, amiből tovább tudtunk volna építkezni. Voltak tanácsadóink is számtalan. Én azt gondolom, hogy nekem nem volt szerencsém. Én kétfajta tanácsadót ismertem meg ebben a folyamatban. Az egyik tanácsadó jött egy kockás füzettel, megkérdezte, hogy mit csinálnék másképp, ebből csinált egy menedzsment prezentációt, majd én másnap kaptam egy leszúrást, hogy miért nem nekem jutott eszembe, és megkaptam feladatként, hogy a saját ötletemet valósítsam meg, ő pedig kiállította róla a számlát. A másik típusú tanácsadó valaha cégvezető volt, megunta a felelősséget, elment tanácsadónak, elmondta szerinte, hogy kéne csinálni, majd nehogy meg kelljen várni azt, hogy mi lesz ennek az eredménye, gyorsan kiállította a számlát és távozott. Természetesen a teremben ülő összes tanácsadó kivétel ez alól. Én nekem ilyen tapasztalataim voltak. Úgyhogy amikor jöttek a lean tanácsadók, akkor be kell valljam, hogy nem volt más az első reakció, mint hogy úristen, meg kell tanulni egy csomó új idegen szót, és nem fogjuk használni az egészet semmire. De neki kezdtünk, és a lean navigátorok és skipperek megfogták a kezemet. Ne olyan készfogásra gondoljunk most, mint ahogy a szerelmesek császkálnak az utcán. Egy olyan készfogásra gondoljunk, ahogy az anya a gyermekét kíséri a járdán. Úgy jól megszorítja, nehogy lelépjen. Nem volt az sem ritka, hogy mondjuk a vezérigazgató helyettes, vagy akár a vezérigazgató megdorgált az ellenállásomért, és én ezt bevallom őszintén, hogy rettenetesen utáltam. Viszont nem volt eddigre alkalom, és azt gondolom, hogy itt a jó alkalom, hogy az itt ülő lénes kollégáimnak megköszönjem ezt,
mert enélkül nem ott tartana most ez a szervezet, mint ahol tart. Talán már érződik, hogy picit mást gondolok már a Lean-ről. Ami a legjobban megfogott engem a Lean-ben, hogy végre egy olyan nem eszköz, hanem módszertan, hanem gondolkodásmód, aminek a fókuszában az emberek vannak. Az ügyfél, mint ember, és a dolgozó, mint ember. És figyelembe veszi a dolgozónak a különleges igényeit és az ötleteit. Ezt én próbáltam elvinni a maximumig. Én azt gondolom, hogy sokunknak közülünk volt már az életében olyan szakasz, amikor azt gondolta problémájának, hogy nem választhatja meg a saját főnökét. Nálunk, amikor az oktatási csoportokból munkacsoportokat kellett képezni, az úgy zajlott, hogy leültünk a csoportvezetőkkel, szociometriai felmérést készítettünk a kollégák körében, és nagyon vigyázva arra, hogy a szoros emberi kapcsolatokat ne válasszuk szét, felmérve azt, hogy mik a képességek, mik az erősségei az egyes embereknek, megpróbáltunk 4 azonos képességű csoportot összeállítani úgy, hogy a csoportvezetőknek jóvá kellett azt hagyni mindannyiuknak, hogy bármelyiket kapják, az nekik jó lesz. Ilyet sokan mások is csináltak. Majd azután ezeket a csoportokat bevittük egy terembe, behívtuk őket egy terembe, ahol az ő első kérdésük az volt, hogy jó, de ki lesz a főnök? És én erre azt válaszoltam nekik, hogy most addig nem jöttök ki ebből a szobából, amíg az általatok ismert, 4 hónapja ismert 5 mentor közül ti nem mondjátok meg, hogy ki legyen a főnökötök. És nem egyszerű szavazat többséggel, hanem az amerikai bíróságokon használt módszertan szerint, hogy akár egy ember is megvétózhatja a végső eredményt. Ez egy olyan erős érzelmi kötődést alakított ki a munkatársak és a vezető között. A vezető tudta, hogy ő egy választott vezető. Ezt nagyon kevés vállalatnál érezheti át valaki. A kollégák pedig nem mondhatták egy hónap múlva, hogy én azért nem teljesítek, mert a főnököm nem jó, mert hát egyedül is megakadályozhatta volna, hogy ő legyen a főnöke. A másik, ami nekem a Lean-ben nagyon tetszik, az az, hogy az ügyféligényre fókuszál. 12 éven keresztül én azt gondoltam, hogy egy call centerben a legfontosabb mérőszám az elveszett hívásarány. Mert az ügyfél azt szeretné, hogy felvegyük a telefon, nekünk 1,5%-os ügyfél elveszett hívásarányt kell hoznunk. Ez határozta meg a gondolatainkat. Jött a Lean, csináltunk egy ügyfél elégedettség felmérést és egy mély interjút, és kiderült, hogy az ügyfelek 6-7-8%-os elveszett hívásarányt is tökéletesen tolerálnak, ha a végén, aki felveszi a telefont, az tud neki segíteni. Ez egy teljesen más gondolatiság. Minden KPI-unkat gyakorlatilag át kellett rajzolni ahhoz, hogy ehhez alkalmazkodni tudjunk. És az utolsó dolog, amit engem a Lean-ben rettenetesen megfogott, hogy engem kiskorom óta nagyon zavart, hogy az iskolában nekem azt tanították, hogy minden vegyület és minden dolog a világon az nyugalmi állapotra törekszik. Én meg élek 34 éve ezen a földön, és azt látom, hogy a szél fúj, a folyók folynak, a tengerek áramlanak, a szívem dobog, és nekem valahogy nagyon az az érzésem, hogy a világ az nem a nyugalmi állapotra törekszik, hanem a világ az egy folyamatos áramlásra törekszik, és folyamatos fejlődésre. Gondoljunk csak az evolúcióra. És nekem a Lean erről szól. Nekem a Lean az a folyamatos fejlődésről szól. Arról, hogy soha nincs befejezett feladat. Mindig tovább lehet menni, és ebben a partnereim a saját kollégáim. Én tehát hívő lettem, és talán most már egy picit jobban érthető, hogy miért adtam az előadásnak azt a címet, amit adtam. Azok kedvéért, akik benchmarkokért jöttek, 60%-os költségmegtakarítást értünk el 1,5 év alatt. Lehet azt mondani, hogy könnyű, persze, azt a 30 000 hívást elhagytuk, és már visszaesett a költség. Úgyhogy ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy 3,2 euróból kezeltünk egy hívást Budapesten, 1,7 euróból kezelünk egy hívást Nyíregyházán. Tehát egységköltség alapon is érződik a megtakarítás. Mindezt úgy tettük, hogy 98%-os ügyfélelégedettséget mérünk folyamatosan a call centert használó ügyfelek körében. És a másik nagyon fontos, ha már az embereket állítjuk a középpontba, az az, hogy a budapesti 50-60%-os fluktuáció Nyíregyházán 5% alá szorult. Azt gondolom, hogy ez a hosszú távú sikerünknek az egyik záloga. Ezt a képet, amit lezárásként hoztam, ezt nem én választottam. Ezt az a Lean-es kolléganőm választotta, aki végigcsinálta velem ezt az elmúlt 2,5 évet, és azt gondolom, hogy nagyon eltalálta azt, hogy hogyan éreztem magam én ebben a szervezetben. Úgy, mint aki rajzolt az aszfaltra magának egy merencét, és aztán beleugrott.
És én azt gondolom, hogy a szervezetben számtalan ember várta azt, hogy mennyire fogom magam megütni, amikor elérek az aszfaltig. És én azt gondolom, hogy ezek közül az emberek közül néhányan most irigyek, mert én viszont így érzem magam, hogy ide érkeztem. De nem is azért költöztem én Nyíregyházára két kicsi gyerekkel és egy terhes feleséggel, hogy építsek egy ügyfélszolgálatot, mert ezt bárki meg tudja tenni. Én azért mentem Nyíregyházára, a Magyarország legjobb telefonos ügyfélszolgálatát építsük fel közösen a kollégákkal, és nem szeretnék addig nyugodni, ameddig nem érzem úgy, hogy ez sikerült. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és kívánok mindenkinek legalább annyi sikerélményt, mint amennyiben nekem volt részem az elmúlt 2,5 évben. Ha valakinek lenne kérdése, arra szívesen válaszolom. Bennem egy 10 perce a gyermektervezéssel kapcsolatos kérdés kering, de majd ezt megkérdezem az ebéd alatt. Igen, jól számolsz, Szilveszter. Kérdések? Más témában? Vagy ebben? Parancsoljon. Az elmúlt 15 éves tapasztalatom alapján mindig próbáltam kerülni költségcsökkentést a Lean-nel összekötni. És a teladásodból az előzőből is azért akartam kérdezni az urat, összejött ez a költségcsökkentés Lean. Hogy működik ez? Röviden jól. Kicsit ennél jobban kifejtve, én azt gondolom, hogy nem kellett annyira félni. És azért nem kellett annyira félni, mert én kiálltam 130 nyíregyházi kollega elé, belenéztem a szemükbe, és azt mondtam, hogy mi azért jöttünk Nyíregyházára, mert költséget kellett csökkenteni. És azt gondolom, hogy ha ezzel az ember őszintén szembenéz, akkor ezt a kollégák megértik. Én azt gondolom, hogy azok a kollégák, akik ott dolgoznak a Mikol Centerünkben, azok közül nagyon sokan ugyanolyan emberek, mint én voltam 15 évvel ezelőtt. És szívesen vesznek részt egy olyan projektben, ami hosszú távon megélhetést tud biztosítani annak a közösségnek, ahol ez a projekt megvalósul. Én is féltem ettől. Nagyon sokszor gondoltam azt, hogy ezt óvatosabban kellene kezelni. De nekem eddig az őszintesség az mindig bejött. És lássuk be, vezető szemmel nézve, vagy a menedzsment személyéből nézve, azért egy bankban eléggé a pénz körül forognak a gondolatok. Ezzel nem szembenézni, azt a kollégák is érzik. Én nekem ez a tapasztalatom. További kérdések? Parancsolja. Német Balázs vagyok. Én nekem egy olyan gondolatom lenne, hogy én veszélyesnek tartom a költségcsökkentés előtt összekötni a Lean-t. Én inkább mindig azt szoktam mondani, hogy képességfejlesztés és a hozzáadott értéknek a növelése. Ugyanis nagyon sokszor, hogy egy ilyen költségcsökkentési akcióhoz, hogyha hozzá kapcsoljuk, akkor nagyon sok ellenállást vált ki a szervezetből. És a kérdés, hogy most volt egy költözés, nyilván új kollégákkal kellett építkezni, ez egy könnyebb helyzet, de valószínűleg voltak hasonló próbálkozások még a korábbi, illetve már meglévő szervezeten belül is, hogy hogyan lehetett ezt elkezelni. Ugyanis ilyenkor alapvetően az egy ellenállás, egy félelem alakul ki az emberekkel, hiszen a munkám lehet több, vagy elveszíthetek esetleg állást. Tehát hogyan lehet ezt elkezelni, hogyan lehet ezeket megoldani a szervezeten belül, hogy hogyan sikerült? Értem. Valóban ez a helyzet egy picit speciális volt. Viszont én komolyan azt gondolom, hogy nem beszélni arról, amit csinálunk, csak csinálni, és azt hinni, hogy a kollégák, akik a végeken vannak, ezt nem látják, az egy picit olyan, mintha homokba dugnánk a fejünket. Én nagyon őszintén hiszek abban, hogyha egy kollégának azt mondjuk, hogy segíts jobbá tenni ezt a szervezetet. És gondolj bele, hogy ha te segítesz jobbá tenni ezt a szervezetet, vagyunk benne 3700-an, kevesebben leszünk, ez biztos. Akkor is, ha segítesz, akkor is, ha nem. Szerinted kik lesznek a jövő? Azok, akik segítettek jobbá tenni, vagy azok, akik nem? Ezen gondolat mentén lehet embereket bevonni ebbe a körbe, és azt gondolom, hogy csak ezen gondolat mentén lehet bevonni az embereket a körbe, mert a tagadás az, hogy letagadjuk azt, hogy egyébként nekünk van célunk azzal, amit csinálunk.
nem céltalanul csináljuk ezt a dolgot. Ez egy profitorientált szervezet, ahonnan én jövök. Ez csak ellenérzést váltott ki az én tapasztalataim szerint a kollégákból, mert ők nagyon pontosan látják azt, és tudják azt, hogy mi történik. Csak akkor miért hívjuk ezt Linnek? Mert ugye a Toyotánál alapvetően az ember volt a középpontban, hogyha indulunk a gyökerektől, és akkor alapvetően hosszú távon próbáltunk együtt építkezni velük, és nyilván egy hosszú táv érdekében lehet mozgósítani embereket. Kifatjuk költségcsökkentésnek vagy másnak, én azt gondolom, hogy talán egy kicsit eszközöket alkalmazunk, de lehet, hogy bizonyos szempontból ellentétben vagy a Lean alapfilozófiájával. Én magam nem Lean szakemberként jöttem ide, úgyhogy ebben a kérdésben nehezen tudnék vitába szállni. Én a tapasztalataimat tudom elmondani. Én azt tudom elmondani, hogy én együtt dolgoztam ebben az időszakban a budapesti és a nyíregyházi oldalon is lévő kollégák közül kb. 500 emberrel. Én 500 embertől egyszer nem hallottam arra vonatkozóan, nem tudom, kérdést, vagy arra vonatkozóan ellenvéleményt, hogy a 2008-as világválság után a Raiffeisen Banknak szüksége van-e megújulni. És arra vonatkozóan sem hallottam ellenvéleményt, hogy ha egyébként az ügyfélállományunk, a kezeltőkénk jelentősen lecsökkent, akkor kell-e kevesebb ember ennek a kezeléséhez. Ezt az emberek megértik. És én azt gondolom, hogy ha más helyzetben lett volna a szervezet, ha most 2007 lenne, és akkor beszélgetnénk, akkor egészen más lenne a szituáció. Akkor valóban én is azt gondolnám, hogy csak hosszú távú üzenetekkel lehet operálni. Viszont amikor rövid távon a cégnek túl kell élni valahogy, ezért intézkedéseket kell tennie, akkor azt gondolom, hogy ezeket összhangba kell hozni a hosszú távú célokkal, és egységesen kell kommunikálni, különben a kollégák nem fogják érteni a kettősséget. Hogy egyrészt hallják azt, hogy a Lean csak hosszú távon gondolkozik, és azt látják, hogy a mellettem ülő meg már nem ül mellettem. Köszönöm szépen. Egyébként látom, hogy fölgyorsultak ezek a folyamatok, amikor valódi kényszer volt arra, hogy változtassunk a Lean-nél. Ez inkább csak egy ilyen filozófiai kérdés volt, és talán mindenki felé, hogy mit is tekintünk mi Lean-nek, és hogy hosszú távon mi a szerencsés. Köszönöm szépen a választ. Köszönöm szépen. Bosánszky Péter, köszönjük szépen. Köszönöm.